very interesting game, and we started very well, amazing how we played, how we were following our plan, how we were playing also. We felt the best support from our fans today, when we felt it and saw them, this choreography and everything. I can share my my feeling from the bench that no chance to lose the game, this game today. And we missed more focus in the last 5 minutes, first half, to go in the dressing room with 0-3. After that, I think easier for us to continue second half. After that, the coach made substitutions, some quality players came on the pitch, difference, and I think we were fighting until the end for ourselves, for our club, for our fans, and I think our fans can be very proud of us. Érdekes mérkőzést játszottunk, ahol csodálatos teljesítményt nyújtottunk, elsősorban annak köszönhető, hogy végigkövettük a taktikát, azt, amit elterveztünk. Azt gondolom, hogy nagyszerű támogatást kaptunk a lelátóról, amikor megláttam a koreográfiát és láttam, mennyi szurkoló kísértel minket, akkor azt mondtam a mellettem ülőknek a padon, hogy ezen a majdnem mérkőzésen nem szenvedhetünk vereséget. A mérkőzésen nagyszerű játékkal 3-0-ás előre tettünk szert, és azt gondolom, hogy ott az utolsó 5 percben, az első fél utolsó 5 percében egy picit jobban kell van koncentrálni, mert hogyha ezzel a 3-0-ás előnnyel megyünk pihenőre, akkor sokkal könnyebb lett volna a második félidő számunkra is. A második félidőnek a meghatározó eleme volt az, hogy az ellenfél edzője becserélte Száldányát, aki változást adott egész egyszerűen a játék képében, ezért tudtak talán kiegyenlíteni, de azt gondolom, hogy végig küzdöttünk magunkért, a klubért, a szurkolókért, és összességében azt gondolom, hogy mindenki elégedett lehet. A szurkolók is, és mi is ezzel egy ponttal.